Lovasszánon érkezett december 6-án a Szabadság térre a Mikulás. Az ott türelmesen várakozó gyerekek azonnal körbevették a szánt, majd felkísérték a nagyszakállút a színpadra, ahol már a Kicsi Óriás zenekar hangolt. Az ünnepi dalokat az együttes gyermekkoncertje követte, a legbátrabb gyerekek a színpadon a zenekarral együtt énekeltek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon hálás közönség, nagyon jó látni, hogy megmozdulnak a kis lábaik, és nagyon, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk tőlük. A Kicsi Óriás folyamatosan bővíti repertoárját, igyekeznek új dalokat kitalálni, elsősorban gyerekközönségnek, de mindig úgy szólnak a dalok, hogy a felnőttek is örömüket lejjék benne. Igyekszünk igényes hangzást nyújtani, és igyekszünk olyan dalokat írni, melyek mind a gyerekközönséget és a felnőtt közönséget is szórakoztatják, hiszen ugye a gyerekekkel a felnőttek is eljönnek, és szeretnénk, hogyha nem csak a gyerekeknek nyújtaná ez egy bizonyos élményt, hanem maga hangzásilag a zene is, és emocionálisan is passzolna kicsit a felnőttek igényeihez is. A Kicsi Óriás együtteshez hasonló nagy zenekari formáció kevés van a környéken, így szeretnének minél több helyen megmutatkozni. Nem szeretnénk tematikussá válni, de emellett még készülünk egy zöld műsorral is, ami a különböző környezetvédelmi témákat foglalja össze. Illetve nagyon örülök, hogy Komárom városába komárimként zenélhetek. A gyermekkoncert egy részét a Mikulás ülve hallgatta, majd később a színpad előtt a gyerekekkel együtt táncolva mulatott, közben zsákjából örömmel osztogatta az édességet, jó élményeket hagyva a mikulásváró kicsik és nagyobbak körében. Mit kértél a télapultól? Finomságokat, meg új fittollakat, meg egy kis prűszarvas. A gyermeki hit elevensége túláradt a téren, ahol aznap minden gyermek jól viselkedett. Természetesen a műsor végén a kitartóknak volt lehetőségük beszélni és fényképezkedni a Mikulással. A kicsik és nagyok idén is boldogan fogadták a Mikulás látogatását, aki megígérte, hogy jövőre újra visszatér a jó gyerekekhez.